Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban az amerikai államkötvényekről fogunk beszélgetni. Ezek a kötvények ugyanis nem csak biztonságos, forinttól független kamatokat tudnak adni nektek, de egy speciális szerepet is be tudnak tölteni a portfóliótokban. Tartsatok velem! Nem olyan régen már csináltam egy videót, amiben összehasonlítottuk az infláció követő magyar államkötvényeket az amerikai, illetve az angol államkötvényekkel, és ott eloszlattunk bár tévhitet. Ezt a videó leírásában meg fogod találni ennek a linkét. Most kifejezetten az amerikai államkötvényeket fogjuk megnézni, hogy az amerikai államkötvények gyakorlatilag az amerikai Egyesült Államok számára nyújtott kölcsönöket jelentik, amiért ugye a kötvény tulajdonosok kamatot kapnak. Pénzügyi területen nagyon sok képletben használni kell a kockázatmentes hozamot, ugye a különböző számításokhoz, és ugye a valóságban igazából semmi nem teljesen kockázatmentes, mégis a pénzügyi szakma álláspontja szerint, és az egyetemek is így tanítják ezeket a képleteket, hogy ehhez a legközelebb esik a kockázatmentes hozamhoz a rövid futamidejű amerikai államkötvények hozamai kamatai. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy jelenleg ez az egyik legbiztonságosabb eszköz, amiben befektethetünk, legalábbis ugye dollárban nézve. Mivel Amerika annyi dollárt nyomtat, amennyit csak akar, és a világ kereskedelemben is számos terméket cserébe elfogadják a dollárt, így nem igazán tud csődbe menni az USA. Ahogy ugye a magyar államkötvények esetén is, itt is sokkal inkább az infláció az, ami a kötvények hozamát jelentősen meg tudja tépázni. Az amerikai államkötvények olyannyira biztonságosak, hogy egy speciális funkciót is betölthetnek. Ezek úgynevezett biztonsági menedékként szolgálnak, ugye ezeknek a biztonsági menedék nevű típusú befektetéseknek a lényege, hogy a válságok során, amikor a pénz megjed, akkor ide menekül a pénz, tehát a válságban nő rájuk a kereslet, és emiatt ugye emelkedhet az árfolyamok. Mondjuk hasonlítsuk össze ezt a magyar állampapírral egy külföldi befektető szemszögéből, hogy ez úgy néz ki, hogy tegyük fel, jön egy Covid válság, vagy egy ukrán háború, hát melyik gazdaság fog jobban megremegni? Melyikben ing meg jobban a, a bizalom a befektetők részéből, ugye a magyarban vagy az amerikaiba, hát valószínűleg a, a magyarban. Magyarország ugye kicsi, kiszolgáltatott, és elég egy kisebb rossz hír is. Ahhoz, hogy a kötvény kamatok, vagy az infláció, az hirtelen a, az egekbe szökjön. Ilyenkor a befektetők menekülni kezdenek a kockázatos eszközökből, így számukra a kockázatosabbnak tűrni, vagy kockázatosabb magyar államkötvényekből is, és helyette a biztonságosabb államkötvényeket fogják preferálni, tehát például amerikai államkötvényeket vesznek. Ez a magyar állampapírok árfolyamát ugye lefele tolja, az amerikai kötvényeket viszont felfele tolja. Ezért mondjuk, hogy az amerikai kötvények biztonsági menedékként szolgálnak, és válságban jobban tarthatják az értéküket. De ezért ez nem mindig valósul meg, jó? Tehát a 2009-es válságban például azért nagyon-nagyon esett a dollár a forinthoz viszonyítva, és közben ugye az amerikai kamatok is kilőttek, az amerikai részvények is beestek, tehát ott nem biztos, hogy jó volt amerikai állampapírban vagy amerikai részvényben ülni magyarként. Ettől függetlenül fogadjuk el, hogy az amerikai papírok, amerikai állampapírok alapvetően azért tényleg biztonságosnak számítanak. Minden kötvény videóban elmondom, hogy a kötvény kockázatát nagyban befolyásolja ugye a kötvény futamideje. Minél hosszabb egy kötvény átlagos, hátralévő futamideje, annál jobban ingadozik a kötvény árfolyama a kamat környezet hatására. A hosszabb futamidejű kötvények tehát kockázatosabbak, de cserébe várhatóan magasabb hozamot hoznak. Hogyha ez nincs meg, ez az összefüggés, ez a kötvények árfolyam és a kötvények és a kamatkörnyezet közötti összefüggés, akkor a kötvényekről találni fogsz egy útmutatót a videó leírásában. Most nézzük meg, hogy milyen állampapírokat, milyen amerikai állampapírokat tudunk venni, és milyen öt kategóriába tudjuk sorolni az amerikai állampapírokat. Az első a T-bills vagy treasury bills, ezek rövid lejáratú állampapírok, amit a rövid lejáratú pénzügyi szükségletekre bocsát ki az amerikai Egyesült Államok. Ezek futam jellemzően 4, 8, 13, 26 vagy 52 hét, tehát hetekben mérjük. Gyakorlatilag ez olyan, mint a magyar diszkont egy. Itt is arról van szó, hogy diszkont áron vezetik be ezt a kötvényt, tehát a 100%-os érték alatt tudod megvenni, és 100%-os értéket fog elérni, amikor lejár a kötvény, tehát nincsen kamatfizetés, hanem egy olcsó áron veszed meg, majd 100%-on fogod tudni eladni, és ez biztosítja a hozamot. A második a Treasury Notes, a T-Notes, ezek ilyen közép, futam idejó, hogy közepes lejáratú állampapírok, azért itt elég nagy a, a szórás, úgymond két éves, három éves, öt éves, hét éves és tíz éves lejárattal is rendelkeznek, azért a tíz éves táv a legtöbb befektetőnek már inkább hosszú táv, de ezeket itt még mindig a középtávú kötvényekbe szoktuk sorolni. Aztán ott van a Treasury Bonds, a T Bonds, ezek már tényleg nagyon hosszú távú lejáratú kötvények, ezek 20-30 éves távú kötvények, ezek azok körében népszerűek, akik vagy nagyon hosszú távon szeretnének befektetni, vagy pedig ezek a legjobb eszközök arra, hogy a kamatkörnyezet hatására, kamatkörnyezet változására fogadjunk, spekuláljunk. Hogyha valaki szerint csökkenni fog a kamatkörnyezet, akkor ezeknek a kötvényeknek az árfolyama fog a leginkább kiingadni, a leginkább felemelkedni a kamatkörnyezet csökkenésének hatására, hogy ezekkel lehet a legjobban megjátszani az efféle elvárásokat. A negyedik a Treasury Inflation Protected Securities, vagy TIPS. Ezek gyakorlatilag a magyar prémium állampapírhoz hasonló kötvények, ezek infláció követő állampapírok, gyakorlatilag a fogyasztói árindexhez, a CPI-nek a változásának megfelelően igazodik az általuk elért hozam, tehát gyakorlatilag ugyanaz az ígéret, mint a prémium magyar állampapírnak, hogy megőrzi a vásárlóerőt és valamivel az infláció feletti hozamot biztosít. Ezen kívül az ötödik kategória még az ilyen savings bonds, ezeket csak amerikai állampolgárok, hivatalos amerikai lakosok, illetve kormányzati alkalmazottak vásárolhatják, ezre most így külön ezért nem térünk ide, teljesen kedvért szerettem volna itt felsorolni. Na először is 1978-tól szeretném bemutatni az adatokat a három legfontosabb kötvény futamidőre, hogy lássátok a hozam és a kockázat közti különbséget, illetve az összefüggéseket, és hogy a piac milyen hosszú távon, milyen szépen tette is a dolgát. Ugye 1978-ban még nem voltak tips kötvények, azokról csak a 2000-es évek után lesz adat, és egy másik táblázatot fogok ehhez mutatni mindjárt. Itt most lássuk azt, hogy ahogyan nő a futamidő, úgy nő a kockázat, úgy nő balról jobbra a hozam, ugye? Egész magas reálhozamot lehetett egyébként elérni kötvényekkel, tehát nem szabad a kötvényeket sem feltétlenül lebecsülni, hogyha egyébként hozamot szeretnénk elérni. Ugye mindig a részvényekről van nagyon sokszor szó, meg ingatlanokról, hiszen ezek biztosítják a legmagasabb reálhozamot, de azt látni kell, hogy a kötvényeknek is igaz, igazából lehet szerepe egy portfólióba, és nem minden befektetőnek kell feltétlenül részvényekben gondolkozni. Ugye itt például láthatjuk, hogy a 30 éves Kötvényekkel már 3% feletti reálhozamot lehetett elérni, gyakorlatilag garantáltan. De láthatjuk, hogy a hozamok ingadozását mérő kockázati mutató, ugye a szórás, az is egyre magasabb, ahogy haladunk balról jobbra, tehát beigazolódott az, hogy a hosszabb futamidő az kockázatosabb volt. És ezt egyébként a maximálisan elszenvedett visszaesés is jól mutatja, ez az oszlop, ez azt mutatja meg, hogy mekkora volt a maximum veszteség, amit el kellett szenvednünk ugye befektetőként. 10 éves táv alatt elég volt ez a 6 kötőjel 14%-os visszaesést elviselni, de ugye a 30 éves kötvényekkel már volt olyan időszak, amikor majdnem a vagyonunk felét elveszítettük. Ugye ekkora kockázatot, ilyen nagy esést a részvények esetében szoktunk látni, tehát ténylegesen azt mondhatjuk, hogy magas volt ugye a reálhozam, de cserébe azért jó nagy kockázatot is kellett vállalni. A sárpráta, a legalsó sor, az pedig a kockázattal korrigált hozamot mutatja, igazából ez a sharp Ráta mutatja meg a leginkább azt, hogy mennyire volt jó egy befektetés, hiszen magas hozamot bárki el tud érni, a kérdés, hogy milyen kockázattal éri el, és a sharp Ráta ennek a kettőnek az arányát vizsgálja. Ugye ez megmutatja gyakorlatilag, hogy, hogy egy egységnyi kockázatra mekkora hozamot kaptunk. Ez alapján a hosszabb kötvények ugye túl kockázatosak voltak ahhoz képest, hogy mekkora hozamot adtak, de egyébként általánosságban azért az megfigyelhető, hogy a befektetők a magasabb hozamért egyre nagyobb kockázatokat kell, hogy vállaljanak, még a sárprátával korrigálva is, tehát gyengül a sárpráta a hozam növekedésével, sok esetben. Vegyük fel most a tipszet, ugye az infláció követő állampapírokat is a táblázatba, és nézzük meg az adatokat még egyszer, most a 2000-es évektől. Ugye a helyzet itt is nagyon hasonló, az egy érdekes megfigyelés már is, hogy csökkentek a kötvényekkel elérhető hozamok, ahogy csökkentettük az időtávot, Ebből is jól látszik egyébként, hogy az időtáv megválasztásával miként lehet valakit például rábeszélni egy befektetésre, hiszen a megfelelő időtáv kiválasztásával jobb vagy rosszabb hozamokat tudunk kimutatni. Itt most tehát a 2000-es évektől elérhető hozamokat látjuk, a rövid kötvényekkel már ebben az időszakban csak ilyen inflációhoz közel egy picit az alatti hozamot értünk volna el, Ugye a TIPS reálhozama viszont több volt, mint a 30 éves kötvényeké, és, és de hogyha a szórását megnézzük, ugye a kockázatot, akkor csak a 10 éves kötvények szórásához van közel. A maximális visszaesésben is a 10 éves kötvényekhez hasonló adatot látunk. Nem csoda, ugye, hogy a, nyilván a sárprátá is amiatt a legjobb lett a TIPS kötvényeknek. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a múltban a tips kötvények teljesítettek a legjobban, és egyébként sem rossz maga a konstrukciója, vagy az ígérete a tipsnek, hiszen ugye infláció feletti garantált hozamot kapunk, végülis a legtöbb megtakarított befektetőt az érdekli, amikor kötvényekbe fektet, hogy infláció felett szeretne ugye valamilyen hozamot kapni. Összefoglalva tehát a rövid kötvények gyakorlatilag a legkevésbé kockázatosak, minél rövidebb a kötvény, annál kevésbé kockázatos, Ugyanakkor ezektől nem várhatunk nagy reálhozamot, még az is lehet, hogy negatív reálhozamunk lesz, hiszen kicsi kamatot adnak. A 30 éves kötvényekkel tudunk a legjobban fogadni arra, hogyha a kamatkörnyezet változására számítunk. Ezek azonban már talán spekulatív eszközök, illetve annak, aki mondjuk 30 éves távban gondolkodik, annak egyébként jó lehet ilyen 30 éves kötvény is a portfólióba, de azért azt látni kell, hogy itt már szinte részvénypiaci kockázatról és visszaesésekről beszélünk, és a tips az pedig egy ilyen jó középút azoknak, akik egyébként hosszú távon gondolkodnak, de az infláció feletti hozamat céljuk, és egyébként a múltbéli adatok alapján úgy tűnik, hogy a tips kötvényekkel lehetett a legjobb kockázathozam arányt elérni. Na de hogyan vehetünk ilyen kötvényeket, hogyan tudunk amerikai állampapírba fektetni, összességében végül is két mód van, mind a kettő viszonylag egyszerű, egyrésztről megvásárolhatjuk őket direktben, például az interaktív brokers felületén lehet amerikai kötvényekbe fektetni, és akár tartós befektetési számlára is vásárolhatjuk ezeket a kötvényeket, vagy pedig a másik lehetőség, hogyha nem akarsz egyedileg kötvényeket válogatni, akkor akár befektetési alapokon keresztül is meg lehet ezeket vásárolni. Itt én azt gondolom, hogy aki amerikai államkötvénybe akar fektetni, annak kár lenne aktívan kezelt alapba fektetnie, hiszen magas diakkal dolgoznak, helyette ott vannak az ETF-ek, amik alacsony költséggel viszonylag passzívan befektetnek az adott futamidőt reprezentáló indexbe, tehát egy, egy, amerikai államkötvény csomagot tudunk a segítségével vásárolni. Az ETF-eknek viszonylag alacsony a költsége, tehát nagyon alacsony költséggel meg tudjuk tenni, és nem csak az interaktív brokersnél érhetőek el amerikai államkötvény ETF-ek, hanem gyakorlatilag bármelyik brokernél. Mind az ETF-ekről, mind pedig az interaktív Brokersről teszek be egy útmutatót a videó leírásába, illetve az USA kötvényekről is lesz egy hosszabb útmutató ott, amiben kitérünk majd például az adózásra is. Hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan iratkozz fel, illetve ha szeretnél egy nagyobbat előreugrani a pénzügyeidben, a befektetéseidben, hogyha szeretnél végre, hogy saját profi befektetési stratégiád legyen, akkor javaslom, hogy gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ahol lefektetjük az alapokat az induláshoz, bemutatom, hogy miként fektethetsz be okosan, alacsony költségekkel, és mutatok hét működő befektetési stratégiát a gyakorlatban, amivel infláció feletti hozamot tudsz elérni. Köszi szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, csak így tovább, hajrá!